Összesen 14 offshore hátterű Andy Vajnához köthető céget talált az átlátszó.hu. A kormány már 2010-ben hadat üzent az offshore lovagoknak. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter pedig idén arról beszélt, offshore hátterű cég nem nyerhet közbeszerzésen. Andy Vajna híradónknak nem akarta kommentálni az átlátszó cikkét. A Timi, a feleségem, mindig is érdekelt volt ebbe a szakmába, és részt vett egy pár kontesztbe. A Miss Universe Hungary elnevezésű szépségversenyről beszél Andy Vajna. A versenyt idén már Vajna tíme a szervezi. Exkluzív sót álmodtak meg, csak a meghívott vendégek láthatják majd élőben. Az interneten félórás csúszással közvetítik majd. Andy Vajnát hónapok óta hiába keressük, hogy beszéljen az általa elnyert 5 kaszinó koncesszióról, és azokról az offshore cégekről, amelyekkel kapcsolatba hozták. Ezért most kihasználtuk az alkalmat. Mit szól ahhoz, hogy az átlátszó.hu 14 offshore céggel hoztak kapcsolatban az ön nevét, illetve ugye a Valdit és a Magyar Enterprise-t. Örülök, hogy ennyi idejük van. Tehát ezt nem kommentáljad? Miért kommentáljam? Hülyeség. Nincsen köze egyik céghez sem? Nem, mindegy. Szevasz. Mondtam, hogy erről nem beszélünk. Az interjúba beleszólt Kaminski Fanni is, aki Andy Vajna programjai mellett a miniszterelnök Facebook oldalát szerkeszti. Szóvá tette, hogy nem csak a szépségkirálynő versenyről kérdeztük a kormánybiztost. És egy más témában szóló sajtótájékoztató nem lehet más kérdést feltenni esetleg a kormánybiztosnak? De ez mondom, hogy más témában zajló sajtótájékoztatók. De hogyha már itt van? Hát válaszolt. De nem válaszolt megint. Az Orbán kormány még 2010-ben hirdetett harcot az általuk offshore lovagoknak nevezett vállalkozók ellen. Bizonyos távoli országokban azért éri meg céget alapítani, mert ott kedvezőbb feltételekkel lehet adózni, mint Magyarországon. Így az itthon szerzett jövedelem után máshol és jóval kevesebbet adóznak. Luxemburg, illetve Curaçao és Egyesült Államokbeli cégek. Az átlátszó.hu megpróbálta felderíteni azt a céghálót, ami Andy Vajnához tartozhat. A szövevényes ábrán az látszik, hogy a magyarországi cégekhez, mint az Intercom vagy a Las Vegas Casino Kft. Több oldalról kapcsolódnak tulajdonosként az offshore cégek, és a cégek tulajdonosai között ott szerepel Andy Vajna neve is. Tulajdonképpen Andy Vajna tudja csak, én most ebben a pillanatban ezt tudom mondani, hogy ő tulajdonos vagy sem. Minden esetben nagyon fontos pozíciókat tölt be ezekben a cégekben. Elnök, igazgató, felügyelőbizottsági tag, tehát döntési joga biztosan van. Az Együtt PM szerint, mivel az Andy Vajnához kapcsolható cégek a kaszinó koncesziókkal és a filmek kiadásával közpénzhez jutnak, a kormánybiztosnak mindenképp tisztáznia kellene magát. Ez nem egy tisztességes vállalkozás, aki esetleg külföldön van bejegyezve, ez egy állam által lehetővé tett üzlet Andy Vajna számára, ezért tartozik az Együtt PM Szövetség szerint Andy Vajna nyilvánosság előtt elszámolással. Andy Vajna filmügyekért felelős kormánybiztos egyik cége 5 kaszinó üzemeltetésének jogát nyerte el, 2-t már szeptember 1-én meg kellett volna nyitnia. Ez viszont nem történt meg, de a Népszabadság számítása szerinti 500 milliós koncesziós díjat mégsem kell megfizetni. Az állam ugyanis módosította a szerződést.